A római levél 9. fejezetének 6. versről 29. versig terjedő szakaszát fogjuk tanulmányozni. A résznek azt a címet választottam, hogy kegyelemből lájkolva, azaz kiválasztva. Mindenki a maga fordítása szerint jegyzetelheti le, hogy melyiket szeretnék, kegyelemből kiválasztva, vagy kegyelemből lájkolva. Gyakorlatilag mind a kettő ugyanazt jelenti. Hát a szakasz, ha elolvassátok, és végig fogunk menni a szakaszon, most nem olvasom végig az elején, hosszabb szakaszról van szó, hanem részenként fogjuk olvasni és részenként megnézni az ige tanítását. De azt gondolom, hogy van néhány olyan gondolat benne, amely hát még fel is borzolhatná az ember kedélyét, és néhány kérdést is felvethetne bennünk Isten személyével kapcsolatosan. Olyan ez, mint amikor az óvatlan szemek az Ószövetséget olvassák, és aztán elkezdik olvasni az Újszövetséget, és azt a megállapítást teszik, hogy az Ószövetség Istene más, mint az Újszövetségé. Nem az, csak egy transformátoron keresztül lehet csatlakozni az élő Istenhez, az Ószövetséghez képest. Ez a transformátor pedig Jézus Krisztus, ezért a több ezer volt nem csap meg, hanem Krisztuson keresztül már éltető erőként találkozol az Istennek a mindenhatóságával, a szeretetével, a nagyságával és szentségével. Az Ószövetségben enélkül, a transformátor nélkül találkoztak az emberek az Istennel, és amikor az Istennek ez a jelenléte úgy megközelítette, tehát nem úgy a maga teljes valóságában láthatták, akkor azt mondja a Biblia, hogy az egyik találkozás, a zsidó nép egyik találkozása Istennel olyan volt, hogy mikor megjelent Isten egy hegyen, akkor az egész hegy lángokba borult, míg a föld is remegett, amikor megszólaltak a kürtök, a harsonák, amelyek jelezték a királynak, a mindenható Istennek, a teremtő Istennek, aki van, aki volt, és aki eljövendő, az öröktől fogva lévő, és az örökké való Istennek, nincs kezdete és nincsen vége, a kikutathatatlan, kimeríthetetlen, mindenható szent Istennek, akkor megjelent a jelenléte, akkor annyira megijedtek az ott lévők, hogy azt mondták Mózesnek, hogy Mózes, ha lehet, akkor külön beszélgess már te Istennel, és akkor te legyél a mi transformátorunk, és akkor te meg mondd el nekünk, mit mondott. Mert nem akarunk meghalni az Isten szentségében. Egyik kedves barátom ajánlotta az igeszakasz tanulmányozásához Martin Hubacher református lelkésznek az írását, és be kell valljam, hogy hát összeszorult a torkom, amikor kezembe vettem egy református lelkésznek az írását, mert nem sok kedvem volt hozzá, de mivel ajánlották, úgy voltam vele, csak megnézem. Mondom, megint ez a kettős predesztinációs téma, ezt kibogozni, kiszedegetni belőle az, hogy miért, de nem így volt. Nagy örömömre egy, és nagyszerű meglepetésemre, pozitív irányú meglepetésemre, Hubacher írásában nem ezt találtam. Így aztán úgy döntöttem, hogy néhány gondolatot fel is olvasok nektek, mert nagyon jó a szakasszal kapcsolatosan, amit bevezetőként ő ír a tanulmányához. Figyeljetek! Az apostol nem fejti semmilyen tant a kettős predesztinációról, pedig ez az ige szakasz éppen ennek a tannak az alátámasztására használt ige szakasz. Tehát ő azt mondja, ebben erről nincs szó. Amint az később Calvin nagy merészséggel kibontakoztatta sok kortársának és utódainak a megütközésére. Nem állítja tehát, hogy minden ember öröktől fogva kiválasztott Istentől, vagy üdvösségre, vagy kárhozatra, és így akarat nélküli marionett figurává degradálódott, egyszer s mint drónton rángatott bábúvá egy önkényesen mindenható világ és élent parancsnok kezében. Mondja a református lelkész, hogyha igaz lenne a kettős predesztináció, az embert egy marionett bábúvá degradálná, Isten pedig egy önkény úrként mutatná be.
magam is így látom. Épi kevéssé bonyolódik az apostol bele abba a kísérletbe, hogy Istent igazolja, és nyaka tekert magyarázatokat akarjon adni arra nézve, hogy hogyan egyeztethető össze oly sok ember sötét földi sorsa Isten jóságával és igazságosságával. Tehát azt mondja az apostol, hogy azt mondja a Hubaker, hogy az, ahogy úgy értettem, hogy az apostol ebben a szakaszban meg sem próbálja Istent nekünk megmagyarázni. Nem törekszik arra, hogy azokat a dolgokat, amelyeket egyszer nem biztos, hogy értünk, vagy nem is értünk Isten tetteiből, hogy megértesse minden áron. Hubaker szerint azt mondja, vannak olyan dolgok, amiket nem értünk. És amit nem értünk, ezt az oldja fel, hogy csak emberek vagyunk. És nem vagyunk Istennek a partnerei abban az értelemben, hogy egyenrangú felek lennénk az Istennel. És Pál apostol eme soraiban, amit majd fogunk nézni, nagyon kijön ez a világos szemléletmód, hogy Isten a mindenható, mi meg a teremtményei vagyunk. Bár az ember öntelt gőgjében és büszkeségében föltesz arcátlan módon néhány kérdést az Istennek, amiről egyébként Pál is beszél itt. És akkor Jobb élettörténete, ha előttünk van, vagy elolvassuk, akkor ott is ugye, akkor Isten megjelenik Jobbnak, akkor azt mondja, hogy na, ha tényleg mindent értesz és mindent tudsz, akkor mondd el, hogy hogyan alkottam ezt a világot. Hogy hoztam létre a világ mindenséget. Hogy működnek a törvényszerűségei. Hát figyeljetek, most mondok egy példát. Magyarország egy részét elvert a jég, hallottatok róla, igaz? Lábközépig érő víz hömpölygött utcákon. Mi miért nem kaptunk ebből? Meg tudod magyarázni? Miért ők és miért nem mi? Ők rosszabbak, mint mi vagyunk? Ja, Budapesten volt, az megérdemlik. Az óvatlan keresztjén belesik ebbe a csapdába. Vagy mindent le lehet matematikai módszerekkel írni, ami történik, akár csak meteorológiai jelenségként. Vagy nincsenek-e szellemek bizonyos természeti jelenségek mögött? Mert a Biblia azt mondja, hogy vannak. Például az ég négy szelének négy angyal az ura. És úgy tűnik, az istentelenség hatására bizonyos szellemek felszabadulhatnak, és bizonyos természeti erőket elkezdhetnek uralni egy-egy helyen. És ez csak néhány gondolat, amiről lövésünk sincs. Az élet apró dolgai, ami a szemünk előtt történik, azt sem tudjuk mind érteni és magyarázni sem. Hubaker mondja, hogy Izraelről lenne szó, Izrael sorsáról, nyomorúságának okairól. Nem ez a célja az apostolnak, bár ezt is távolról érinteni fogja, és nagyon öröm volt a lelkemnek, így fejezte be ezt a bevezetőt. Ezek után térjünk a tájra, az evangéliumra. Mert az evangélium az, amely segít nekünk, az evangélium az egyedüli rendező elv, amely segít megérteni az Ószövetséget, olyan mértével, hogy nekünk az kell, és segít megérteni ezt a ige szakaszt is, amit itt meg fogunk nézni a 9. fejezetből. Az első kérdés, amelyet feltettem itt a bevezetőben, a 6. versben, ahogy elhangzik majd az ige, hogy Isten nem tudja megtartani ígéreteit. Pál azt mondja, Róma 6.6-ban, az első felében, de ezt nem úgy éltem, mintha Isten igéje erejét vesztette volna. Utal az első 5 vers, amikor azt mondja, hogy az üdvösségemet is odaadnám
az én tesszerinti rokonaimért, Izraelért, hogy üdvözüljenek, mert elutasították az Istennek meglátogatását, megvetették a názareti Jézust, halálra adták, ugye, aki a mi vétkeink, a mi bűneink miatt szenvedett kereszthalált, harmadnapon pedig dicsőségesen feltámadt, és feltámadását követően 40. napra pedig elragadtatott a mennybe. De azt mondja, hogy akkor most mi van? Hogy lehetséges az, hogy a zsidók nem ismerték fel a meglátogatás napját? Isten erőtlen? Hát Isten pedig megígérte Ábrahámnak, megígérte Mózesnek, megígérte Dávidnak. Olvasták az írásokat, kutatták az írásokat. Hogyan lehetséges, hogy mégis elbuktak azon a napon? Isten erőtlen? Nem tudta megmenteni a zsidókat? És sorolhatnánk a 20. század nagy tragédiáit is. A holokausztot. Isten nem tudta megőrizni a zsidókat? Hogy sok millióan elpusztultak a gonosz önkénhajtalom koncentrációs táboraiban? Visszautalt tehát ebben a versben, az első 5 versben írottakra, hogy az következnék akkor ebből, hogy Isten igéje erejét vesztette, azaz már vége a zsidóknak, le lehet írni, ki lehet írni őket a történelemből, velük már nem kell számolni. Helyükbe az egyház lépett, és minden ígéret, ami le van írva a Bibliában, az egyházra vonatkozik, és a zsidókat ki kell húzni, dehogy is. Arról beszél az apostol, hogy ebben a korszakban egy új népet hozott fel az Isten, amelyben megtalálják a helyüket a zsidók, és a pogányokból Istenhez térők is. De a zsidókról az Isten nem feledkezett meg. Vissza is fog térni, majd a felolvasott szakasz vége felé megnézzük, Ézsaiás proféciájára, méghozzá maradékra, utalva Illés idejére, ahol szintén voltak 7000, akik nem hajtottak térdet a zsidók közül a báványoknak. Isten nem feledkezett meg az Izraellel kötött szövetségéről. Isten igéje nem veszítette el erejét. És Istennek nem kötelessége megmenteni egyetlen népet sem egyoldalúan, ha azok nem akarják. És Istennek nem kötelessége megmenteni a te életedet, vagy az én életemet, ha mi azt nem akarjuk. Ha Isten örök szövetséget kötött az ő népével, hogyan juthattak mégis némelyek ítéletre? Ez a kérdés is felmerülhet. Hogyan lehetséges az, hogy a zsidók nem ismerték fel, sőt elutasították a meglátogatást, amikor Názáreti Jézus személyében a Messiás eljött hozzájuk? Ezek kérdésként feszülnek itt. A folytatásban, a 6. vers 2. felétől arról kezd beszélni az apostol, hogy nem a test szerinti származás határozza meg azt, hogy valaki Istenhez tartozik, vagy sem. Így hangzik az írás. Mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak. És nem mindjárt Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Vagyis nem a testi származás szerinti utódok, az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert az ígéret szava ez, abban az időben visszajövök és fia lesz Sárának. De nem csak ezt az esetet lehet említeni, írja az apostol, hanem Rebekájét is, aki egytől fogant, ami atyánktól, Izsáktól. Még ugyanis meg sem születtek gyermekei, és nem tettek sem jót vagy rosszat, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, nem a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbnek. Úgy, ahogyan megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem, azaz Ézsau gyűlöletessé vált előttem. A kegyelmi kiválasztás alapelve
már az ősatyák idejétől fogva benne van a Bibliában. Hogy nem a származás szerint, és nem a cselekedetek szerint tartozik valaki az Istenhez, hanem az ő kegyelmi kiválasztása szerint. És el fogunk érni a rész végére, de nem baj, ha most is elmondom. A kereszt arról szól, hogy az Isten minden ember mellett letette a voksát. A kereszt üzenete éppen az, hogy ez a kegyelmi kiválasztás minden ember érvényes. De a zsidóság története és Pál apostol által leírt igék pontosan azért fontosak a mi számunkra, ha itt mindannyian ki vagyunk választva a kegyelmi kiválasztás szerint, hogy hogyan lehet élni, vagy visszaélni ezzel a kiválasztással. Hogy mi az, ami ebből az isteni nagy kegyelemből készpénzé válhat a mi életünkbe, és mi az, ami meg ítéletté válik az ember számára. Tehát a Krisztusban adott kegyelem az Ábrahámnak tett ígéret alapján általad nyer áldást a Föld minden nemzetsége. Kiválasztotta ugyan Ábrahámot és Ábrahám utódait az ősatyák idejében, még név szerint voltak kiválasztva, ugye egészen a 12 törzs fejéig, Jákob 12 fiáig, de már ott, ebben a kiválasztásban is megjelenik az evangélium. Azaz, hogy az Isten Krisztusban minden embert kiválasztott az üdvösségre, és minden embert arra választott ki, hogy annak megkönyörüljön, megbocsásson, és családjába fogadja. És akkor itt érted a kérdést, hogy vajon az Istennek róható fel az, hogy nem minden zsidó ismerte fel Krisztusban a meglátogatást. Vajon Istennek róhatója az fel, hogy mégsem fogadja el ma sem minden ember a megváltást? Vajon Isten kegyelme kevése? Vagy Isten szövetsége elégtelene? Nézd meg, amikor a bűnből jön valaki, és őszinte szívvel, töredelemmel jön Jézus Krisztushoz, nézd meg ennek a kegyelemnek a hatalmát és erejét. Azonnal megszabadítja az Úr. Az ördög egy másodpercig sem tartotja fogva azt, akit erős bilincsekkel tartott fogva, amikor kimondja Jézus nevét, hogy szabadíts meg, Uram! És akkor látod ennek az evangéliumnak, az isteni szövetségnek a végtelen hatalmát és erejét. És igenis meg tud tartani az üdvösségre ez a kegyelem, ha ebben a kegyelemben maradunk. Nem tettek sem jót, sem rosszat, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, de a cselekedetek útján, hanem az elhívó akarata szerint, mert az az Isten akarata, hogy minden ember megtérjen és éljen. Ez az Isten akarata. Ma is ez az Isten akarata. Így mondta Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek, úgy, ahogyan megvan írva. Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Az gyűlöletessé vált előttem. El kell olvasni a történetet, hogy mennyire megvetette Ézsau az Istennek a jóságát, Istennek a szövetségét. Nem a jó cselekedetek által lehet kivívni Isten tetszését és jó indulatát. Nem lehet az Isten jó indulatát kiérdemelni, sem a származással, sem a hívő családba születéssel, sem a szolgálatokkal, sem az emberi tevékenységekkel, semmivel, sem az ajándékokkal, mert ez kegyelemből van. Isten kegyelmi kiválasztásából fakad az, hogy megbocsátott nekünk az Úr, és családjába fogadott bennünket. Amikor az ősatyákról olvasunk ebben a szakaszban, ahogy el is mondtam, nem szabad szem elől veszítenünk, mikor az igét próbáljuk megérteni, hogy az ősatyáknál még csak kezdődik valami. De az még nem a vége a történetnek. Ha csak azt nézed, hogy Ábrahámot kiválasztotta, mondjuk Jákobot kiválasztotta az Isten, akkor biztos így működik. De mire választotta ki? Hogy hordozzák a szövetséget. Hogy üzenetté legyenek, hogy prédikáljanak, hogy hirdessék. Isten kegyelmi kiválasztásának csodáját.
ami Jézus Krisztusban valósult meg, és a teljes kép benne válik érthetővé. Ezért mondja a Galata levélben, ahol a törvényeskedésre hajlottak már a galaták, a gyülekezet tagjai, ugyanis megtévesztették őket különböző tanításokkal. Pál azt mondja, ti pedig testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. Nem kell többet hozzátennetek ehhez. Ahogy Izsákot Isten kiválasztotta a kegyelmi kiválasztás szerint, úgy hívott el benneteket is Krisztusban az Atya, és vagytok az örökösei ezeknek. Aztán a Római Levél 11. fejezetében, majd oda is eljutunk, de két verset mindenképpen szeretnék itt elolvasni, a 11:5-6-ot. Így tehát most is van maradék, ugye a zsidó népről szól, a kegyelmi kiválasztás szerint. Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem, akkor már nem volna kegyelem, azaz a zsidó népnek is mai napig ez a kegyelmi kiválasztáson alapuló megmenekülés az egyedüli útja a Messiásban, Jézus Krisztusban az üdvösségre, a megmenekülésre. És az Efézusi levélben Pál apostol a második rész 8. versétől a 10. versig hangsúlyozza, a lelkünkre, a szívünkre köti az evangélium szabadságának üzenetét, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Azaz, aki a kegyelmi kiválasztásban részesül, engedi magát megmenteni Jézus Krisztusban az Isten által, a megmentő Isten által, annak az élete megfordul, és gyümölcsként kezdi teremni a Szent Szellem által az Istennek tetsző életet. És nem az Istennek tetsző élet által szerzi meg az Isten jó indulatát, hanem mert Isten eleve jó indulattal tekint minden emberre, ezt a jó indulatot fedezte fel az ember, és fogadta el Jézus Krisztusban ingyen kegyelemből a bűnbocsánatot. Ezért nincs versengés Isten népe között, mert mindenki ugyanazt a kegyelmet kapta. Zsidó és nem zsidó egyaránt. Pál egy következő kérdést vett fel a folytatásban. Igazságtalan lenne az Isten? 14. verstől a 9. részben így ír. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla. Ezt feszegették. Hiszen így szól Mózeshez. Könyörülök, akin könyörülök. És irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Megállok. A megtérésed sem a te teljesítményed. Belekerülsz az Isten vonzásába, és hagyod magad megmenteni. Amikor valaki megismeri Isten szabadítását, rájön arra, hogy nem ő találta meg Istent, hanem Isten találta meg őt. Kereste, kutatta, mint hiába. Vallásokban, izmusokban, könyvekben, kutatott, keresett tudományban, és nem találta ott meg az Istent. És miközben kereste az Istent, az Isten találta meg őt, és szülte újjá a Szentlélek és az ige által. És született benne az üdvözítő hit meg. Mert a könyörülő Istené minden dicsőség. Nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut. Néhányan annyira görcsösen akarnak keresztény életet élni, hogy elveszítik ezt a szabadságot. A szellemnek szabadságát. A Szentlélek megszentelő munkája által az Istennek tetsző életet teremje az életünk, és megéljük a szellem szabadságát ebben az értelemben, hogy öröm fakad fel a Szentlélek által való élet nyomán az ember szellemében, és ez az öröm árad ki, és válik jó tanúbizonysággá azok számára is, akik között ragyogunk, mint csillagok a világban, a sötét éjszakában, ugye. Mondta valaki, hogy a csillagokat nem lehet látni nappal, pedig ott vannak. A csillagok csak éjjel látszanak.
minél nagyobb a sötétség, annál jobban ragyognak a csillagok. Ezért nem kell félni, ami jön. Az biztos, hogy mi egyre erőteljesebben ragyogni fogunk ebben az életben. Egy érdekes dolog történt velünk, elmentünk vásárolni, és a feleségem észlelt egy férfit, aki ott keringett körülöttünk. Nézett, nézelődött, hallgatózott. Hát így beszélgettünk, tettük a dolgunkat, és aztán megálltam a húsos pultnál, Mónika mondta, hogy álljak már be, és akkor azt a kettőt mutatott rá, hogy azt kell venni. Nem tudom, milyen hús volt, nem az én szakmám. És rám néz a férfi, azt mondja nekem, Pax TV-s prédikátor. Na, még az nem voltam. Mondom, igen, szoktam. És akkor mondja, hogy szoktam nézni, és nagyon megragadó a lelkülete, szent lelkes. Először nézett, hallgatott, figyelt. És elég lett volna egy dolog, amit nem szoktunk, hála Istennek, hogy mi van, hagyjál békén, nem, ilyen, csináld már. Ennyi volt a Pax TV-s prédikátor karrierje. Szóval engem azért megdöbbentett, pedig számolni kell ezzel, és én tudom is, de mindegy, ez meg nem erőlködés kérdése. Vagy hívő vagy nem. Érted? Tehát ez most nem lehet így csinálni, hogy most kinek az utcára Pax TV-s prédikátor vagyok, hogy jól kell viselkedni. Mondanék valamit, de nem mondok, meg kapok egy levelet megint. Tehát ragyogunk, mint csillagok a világban, és igenis az emberek, higgyétek el, felismerik az igazit. Nem buták. És abszolút nem magamat szeretném fényezni, remélem nyilvánvaló, világos mindenkinek. Szoktam mondani, Isten arra járt egy kukánál, látta, ott vagyok benne, kiszedte, hát azért megtisztítom, még jó lesz valamire. Megtisztogatott, és akkor engem is tud használni valamire az ő munkájában. Így vagyok, és nagyon hálás vagyok érte, dicsőség az Úrnak. Hogy is folytatja az igét? Igében az apostol által a Szentlélek? Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönnyörül, akit pedig akar, megkeményít. Na most ezt az igét elolvassa valaki, a fáraóval kapcsolatban biztos kiakad, mint a TikTokos óra, és azt mondja, hogy hát ez igazságtalanság. De akkor végül a fáraó azért született erre a földre, hogy hát végül is a pusztulásával Isten dicsősége megmutatkozzon. Nyilvánvalóan ismered az Urat már valamilyen mértékben, akkor te is tudod, hogy nem így van. Nem ez a válasz. Maximum akkor, hogyha semmilyen választ nem tudsz erre a kérdésre adni, akkor jobb, ha azt mondod, hogy nem értem. Mint hogy ilyen butaságon kezdesz gondolkodni, hogy hát milyen ciki, milyen kínos, azért született a fáraó, hogy belefulladjon a tengerbe. Ez nem igaz. Mert Isten nem ilyen. Isten és Mózes között lezajlik egy beszélgetés, és erre a beszélgetésre utal itt az apostol, a 2 Mózes 33-ban van leírva, hogy Mózes lejön a kőtáblákkal, Isten mondja neki, hogy elég furcsa zajokat hallok a táborból, és akkor látja, hogy egy arany borjút, nagyon kicsi idő telt el pedig még, hogy a Szent Istennel találkoztak, és az a baj, hogy tudjátok, hogy ez külső hatás volt. Lenyűgözte őket ugyan Isten, de bennük nem történt semmi. Tehát azt mondja, ezt erre mondta valaki, hogy Istennek néhány nap elég volt ahhoz, hogy a zsidó népet kihozza Egyiptomból, de 40 év is kevés volt ahhoz, hogy a zsidó népből kihozza Egyiptomot. Néhány nap telik el a hatás nélkül, nincs ott közöttük valaki, aki pumpálja belőlük az életet. Néhány nap telik el az Isten tisztelet óta, és már a saját szívük bolondsága után kezdenek menni, és a berögzött dolgaikat kezdik csinálni, amit nemzedékről nemzedékre tettek. Ne becsüljük le soha a generációs átoknak a terhét, és azoknak a szokásoknak az erejét, amelyek sokszor generációkon keresztül hatnak egy-egy családban. Ezt látjuk a zsidó nép életében is, és ahogy megszokták, vagy megtanulták szüleik, nagyszüleik, dédszüleiktől, ugyanígy öntötték ki az egyiptomi bálványt, és kezdték a szellemi és a
testi paráznasággal tisztelni és imádni a bálvány isteneket és a mögötte lévő démonokat. És akkor Isten azt mondja Mózesnek, és ez nagyon megdöbbentő, hogy elmegyek a nép közül. Azért megyek el közülük, mert nem bírnák elviselni élve a jelenlétemet. A bűneik miatt éghetővé váltak, az Isten szentsége az éget, de nem éget el, de mivel szentségtelenné váltak, ez a közöttük maradok, mind el fog pusztulni. Nem egy ilyen eset van a Bibliában, amikor Isten elhagyja a szent helyet, és még a babiloni fogságba is utána megy azoknak, akik szeretik őt. Ezékiel például egy ilyen Isten tiszteleten ragadtatik el, és látja meg a pusztulásra ítélt Jeruzsálemben az utálatosságokat, hogy hogy imádnak hamis isteneket és bálványokat a 70 vén, azaz a Sanhedrin tagjai a templomban. Tehát Isten azt mondja Mózesnek, hogy el kell mennem a nép közül, mert a nép között maradok, el fognak pusztulni, értitek? Hát még ez is a kegyelem, nem? Hát még amikor Isten kivonul valakinek az életéből, vagy eltávolodik tőle, még ez is a kegyelem, különben meghalna. Hát Anániás és Szafira egy hazugságért meghalt azonnal. A kapcsolatban ezt látni kell, hogy Isten a szentsége, amikor nagyon erőteljesen megnyilvánult egy helyen, akkor ott meghaltak az emberek egy füllentés, egy hazugság miatt. Szóval kedves barátom, Kovácsné Uzony Anitának a édesapja, aki fiatalon költözött el az Úrhoz, szentéletű, oda szentelt életű ember volt. Emlékszem rá azt is, hogy hol voltunk, hol álltunk. Azt mondja, tudod, imádkozunk, hogy jelenj meg, Uram, mutasd meg hatalmadat, jöjj közénk, hatalmas erővel, stb. De tudod, azon gondolkodom, milyen jó, hogy nem hallgat meg bennünket. Nem tudom, hányan élnénk túl. Istennek azt az erőteljes jelenlétét, amelyet néhányan énekelnek, meg imádkoznak. És milyen kegyelem, hogy Isten a transformátoron keresztül közeledik hozzánk, Jézus Krisztuson keresztül különben. De ahogy hallottuk a bevezetőben is, végünk lenne, és még így is azt mondja az írás, hogy a bűnösök nem tudnak megállni az igaz a közösségében, tehát nem érzik jól magukat a gyülekezet között testvérségében, ahol valóban az Urat tisztelik és imádják, és élnek a bűnbocsátó kegyelmével. És így megszentelődnek a Szentlélek által. Megemésztő tűzzé vált az Isten a bűnbe süllyedt nép között. És erre utal Pál apostol, hogy Mózes azt mondta Istennek, hogy Istenem, ne menj el. Ne hagyj el bennünket, mert ha elhagysz bennünket, mi tesz különbé minket, mint a többi nép? Egyetlen dologban különbözünk mi a többi néptől, a körülöttünk élőktől, hogy jelen vagy az életünkben. Hát nem. Semmi más különbség nincs. Közted meg a világember között. Csak hogy jelen van benned az Úr a Szentlélek által. És akkor azt mondja Isten Mózesnek, a szívedet, a lelkedet megnyugtatja, ha veletek megyek. És akkor tudjátok, Isten kivonul a táboron kívülre, ki kell vinni a templomot, a szent sátort, és nem tud Isten lakozni a nép között a szentségtelenség miatt, hanem mellettük, látható távolságban, mellettük lakozik az Isten. Azért ez kemény. Azért ez kemény. Soha ne éljük át, hogy Isten kikerül az életünkből, látjuk, érzékeljük, hogy van, hallunk prédikációkat, de hozzám már nem beszél. Már a Szentlélek szavát nem halljuk. Már nem tanácsol, nem vezet bennünket a Szentlélek, nem igazgatja az életünket a Szentlélek. Isten, mint a saját tulajdonságát fogalmazza meg Mózesnek, amikor ezt mondja, és kijelenti az ő nevét, azt mondja, ez az én nevem. Könyörülök, akin könyörülök, irgalmazok, akinek
irgalmazok. De megint csak az óvatlan szem, aki csak ennyit olvas el, hogy mi van, akkor Isten kényekedve szerint játszik az emberekkel. De akkor jutnánk erre a következtetésre, ha elveszítenénk a szemünk elől a kijelentéseket, amely Isten személyére vonatkozik, és hogy kinyilatkoztatja magát nekünk. Mert hát Isten nem szeszélyes Isten, hogy nem lehet tudni, kinek bocsát meg, kinek nem, ki jut a mennyországba és ki nem. Ugye itt erről lenne szó, hogyha valóban ez a könyörülők, irgalmazok, úgy értenénk, ahogy Pál így felveti, hogy lehet érteni, akkor egy szeszélyes Isten lennénk szövetségben, mindig aggódnunk kell, hogy most milyen napja van. De tudjuk, hogy ez nem igaz. Tehát akkor az igenem ezt jelenti. Mondom, maximum annyit tudunk következésként levonni ebből az igéből, hogy fogalmam sincs, mit jelent. De az biztos, hogy te irgalmas, meg kegyelmes vagy. Azt tudom, hogy mit jelent az, hogy nem irgalmazol valakinek, vagy nem kegyelmezel valakinek, ezt én nem értem. Tehát jobb idáig eljutni, mint sem rossz következtetést levonni Istennel kapcsolatosan. Négy dolgot írtam föl, amit meg is csináltam egy kivetítve. Köszi. Az első dolog Istennel kapcsolatosan, amit biztosan tudhatunk róla, és megérthetünk az ő igéjéből, hogy Isten irgalmas és kegyelmes Isten, aki kész megbocsátani minden vétket. Ahogyan a második kőtábla készítésekor, ugye mondta Isten Mózes, az első kőtáblákat összetörte, mert tudta Mózes, hogyha nem tör össze, akkor a törvény ereje az egész népet elpusztítja. Ugye megszedték a szövetséget. Összetöri, még idő előtt, miért kihirdette volna a 10 igét, a 10 parancsolatot, vagy Isten egy másik két kőtáblára fölírta ugyanazokat az igéket. És akkor mondja Mózesnek a 2 Mózes 34:6-tól, elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki, mármint az ő nevét. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, és szeretete nagy. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten. Miután lezajlik ez a beszélgetés Mózes meg az Isten között. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy, ugye elvonul Mózes előtt, azt mondja, készítettem neked egy helyet, a szikla hasadékában, ugye ez a Krisztus sebeire utal, és állj be oda, és hátulról megláthatod az én dicsőségemet, de az orszámat nem láthatod meg Mózes, mert ebben a testben nem bírnád ki. Meghalnál. Aztán Istenre nézve, és még folytatja a 34. rész 7. versében, a 2. Mózesben, megtartja szeretetét ezer ízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Na ilyen az Isten. Ezt jelenti ki magáról az Isten. Ízlegesétek. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezer ízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Második dolog, amit kijelentett az írás itt, bár megbocsátó Isten az Úr, nem hagyja büntetés nélkül a bűnt, sőt, a bűn alaptermészeténél fogva magában hordozza a következményt. Ezért Isten a vétek következményétől nem menti meg az embert. Például a játékfüggők. Elmondtam a felfelé csoporton, hogy egy konferencia végén volt előre hívás, és lehetett jönni, bűnt vallani, életet rendezni, megtérni. És arra jött hozzá egy fiatalember, talán emlékeztek, mondtam már itt nektek. És azt mondja nekem, hogy neki játékszenvedély a problémája, egyszerűen állandóan játszik, éjszakákban menően játszik a számítógépen. És hogy ezért imádkozzak érte. És kérdeztem tőle, oké, akarsz szabadulni? Azt mondja, igen. Ha szabadulni akarsz, asztali számítógépe volt, húzd ki az áramkábelt a számítógépedből, adod a szüleidnek, és mondd meg nekik, hogy a következő egy hónapban ne adják vissza. Akkor imádkozom érted, és meg fog szabadulni. Tehát ugye, odaszállás nélkül nincs szabadság. Az első dolog az, hogy rosszentelem magam arra, hogy Isten akarod elcselekedjem. Hát azt mondja, azt, hogy nem tudja megtenni. Akkor én meg nem tudok érted imádkozni. Mert ez nem egy varázsige.
akkor ülj a helyedre, és gondold végig, hogy akarsz-e a kötelékek alatt nyögni, mert ugye a következmény. Elkezdett játszani, és a következménye megkötözöttség volt. Már nem volt szabad, állandóan kényszert érzett. Tudok olyan felnőtt emberről, aki stratégiai játékot játszik, azt mondja, lerombolták a hadseregemet. Most egy hónapba kerül, míg újraépítem. Nagyjából tudom, mit mondott, mert még régen volt ilyen játék, amit láttam ilyet, de Uramisten, ennyi felesleges időt ezzel pocsékolni, hogy hónapokig építi a hadseregét, meg ilyen kis figurákat tesz jobbra-balra. Banális dolog, nevetséges dolog, de van következménye, amikor az ember Szentlélek szól neki, hív embernek, hogy ne eszted, vedd elő a Szentírás, menj el, látogass meg valakit, tegyél valami jót az életben, felindítja a szívedet arra, hogy valakit megsegítsél, és te ahelyett lopod az időt, és a szenvedélyeidnek kezdesz élni, és az a baj, hogy ennek a hitszegésnek, ennek az engedetlenségnek van következménye. A következménye pedig a megkötözöttség, amiből már önerejéből az ember nem fog tudni megszabadulni. Ott már segítségre van szüksége. Vagy nagyon nagy szüksége van egy isteni meglátogatásra, egy nagy kegyelemre, amit tapasztal az életében, és ha elég bölcs, akkor él vele. Néhányan emlékszem egy ifjúsági táborra, ahol két fiúval beszélgettem, megérintette őket az Úr, és akkor hazamentünk a táborból, azt mondták, hogy nem. Akkor mondtam nekik ezen a találkozón, nem akkor tértek meg, amikor akartok, ha amikor az Isten kegyelmet ad nektek, és meg tudtok térni. És mondom, ez el fog múlni. Ha most nem ragadjátok meg az Isten kinyitott kezét, ez a pillanat elmúlik. És nem tudom, mikor jön újra el. Amikor az Isten fölkínálja ezt a kegyelmet nektek, és itt a szabadulás lehetősége. Ezért, amikor Isten megérinti valakinek a szívét, legyen bölcs. Ragadja meg a lehetőséget. És kérje, fogadja el Isten szabadító kegyelmét. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, olvasol 2 Mózes 34.7 második felében, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat, a fiak fiait 3. és 4. ízig. Említettem nektek Lótot, eszembe jutott, mikor ezt az igét olvastam. Ugye azt mondtam nektek az elmúlt alkalommal, hogy Lót megmenekült. Szodoma Gomora földjén élt, mégis igaz maradt. És ez a hite, az igazsága még megmenekülését szolgált a lányainak is. A felesége már nem menekült meg, mert ugye félúton visszafordult és sóbáványá lett. A vejei már kiröhögték, ők már nem mentek vele, elpusztultak. De azért, ha megnézitek a történet folytatását, hogy mivé lettek a lányai. A saját apjukat itatták le, és vele nemzettek gyermeket. És meg lehet nézni azt követő átkozott generációkat, amilyen népek és nemzetek születtek ebből a torz kapcsolatból. Tehát a lányait már átjárta Szodoma és Gomora szelleme. Ők már hatása alatt voltak ennek a szellemnek. Lótnak az öröksége még visszanyúlott egy tiszta időszakra. És szellemileg tiszta forrásra. Saját döntése alapján bement ebbe a bűnös életvitellel folyó. Ő döntött így. Ő ment oda. Azt gondolta, hogy ez jó lesz neki, mert gazdag föld. Saját esze szerint nem a Szentlélekre figyelt, hanem saját esze szerint egy jó üzletet látott benne. És belement ebbe a gazdaságilag jónak tűnő döntésbe. És ráment a családja. Tehát nem játék az utódainkra nézve sem, hogy szent életet élünk, és valóban a Szentlélek által engedjük, hogy vezessen bennünket az Isten az életben, vagy pedig a magunk esze útján járunk, és pánikszerűen kiabálunk, vagy kétségbe esetten panaszkodunk, amikor belenavigáltuk magunkat egy nyomorult szituációban. A harmadik dolog, ami szintén látható az igéből, Isten még életében megfenyíti népét, mint apa a fiát, akit szeret,
hogy ezáltal megmentse a végső ítélettől. Tehát Isten nem, hogy nem akar bennünket elveszni, látni, hanem még meg is akar menteni. És néha ezt szennyítések által teszi meg. A példabeszédek 3.12-ben is, de a zsidókhoz írt levél 12-ben is olvasunk erről, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de úgy, mint apa a fiát. Akit kedvel, szeret. És a negyedik dolog, az ítélet Isten és nem az emberek kezében van. Ő viszont igazságosan fog ítélni, és ítéletét senki el nem kerülheti. Ezért mondja az írás, ezért tehát akin akar megkönnyörül, akit pedig akar megkéményít. Néhányan ugye megkeseredve azt a megállapítást teszik, hogy Isten igazságtalan, és ebből a megállapításból fakadóan nem látják meg Istennek a valódi személyét, mert a fáraót sem azért keményítette meg, mert Istennek ez volt az akarata, mert Isten kegyelme mindenki felé kinyúlt, hanem a fáraó ellene állt az Isten akaratának, hisz nézzétek meg, hát azért bocsi, hát a fáraó milyen kaliberű csodákat látott. 10 csapás volt, amit szembesült azzal, hogy Istennek milyen hatalma van, és hogy Mózes Isten szolgálja. Hát hány lehetősége volt arra, hogy megtérjen? És amikor azt mondja az Isten igény, hogy megkeményít Isten a fáraót, akkor azt mondja, rendben van, itt a vége. Rendben van. Akkor elfogadom. Ez döntötted, ez a sorsod. Özönvíz után Noé kimegy a bárkából és a tiszta állatokból az oltár, megépített oltáron hála áldozatot mutat meg be Istennek. Aj, nagyon durva. Hallottam valakitől, hogy az emberek sok mindent akarnak Istentől, de vannak nehéz időszakok, amikor Isten ajándéka, a legnagyobb ajándéka az, ha megkíméri az életünket. Az életedet ajándékba kapod. Semmi mást, de az életedet ígéd. Szóval, mégis, hogy mi az érték, meg az értéktelen dolog, és hova tesszük azt, hogy Istennek mit kéne adni, meg hát körülményektől és életszakaszoktól is, meg élethelyzetektől is függ, hogy éppen mi a kegyelem akkor és ott. Azt mondja Isten igéje Noé áldozatára nézve, amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr, hát ez óriási. Tehát nem is tudom, hogy ezt érzékelitek-e, ami történik. Tehát azt mondja, hogy van valaki, aki a Földön hálával áldozik az Istennek, és akkor azt mondja a Biblia, hogy Isten ennek a jó illatát megérezte a mennyben. Mondtam az elmúlt alkalommal, hogy a cselekedeteikkel az emberek ingellik az Istent. De azt is tudom mondani nektek, hogy a szentek cselekedetei pedig, áldozata pedig jó illatként vidámítja meg az Isten szívét. És azt mondja a Biblia, hogy azt mondja az Isten magában. Megérzi az illatot, nézi Noét, de jó. Nem átkozom meg többi a földet az emberek miatt. Bár gonosz az ember szívének szándéka, ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Ilyen az Isten. Sodoma és Gomora elpusztítása előtt, amely a tűz szállt le az égből, és megégette az egész város és várost és a benne élőket, azt mondja Isten, vajon eltitkoljam-e, amit tenni szándékozok, barátom Ábrahám elől? Nem titkolom el. 2 angyalt küld el Ábrahámhoz, és elmondja Ábrahámnak, hogy mi fog történni Sodoma és Gomora népével. Lót, a felesége és a 3 lánya. Jobb esetben is a 3 veje, 9 ember, aki Ábrahámhoz tartozott. Azt mondja Ábrahám, mivel ismerte Istent? Istenem, hát biztos, hogy ha lenne 50 igaz ember abban a városban, akkor ugye nem pusztítanád el. Azt mondja Isten, de hogy pusztítaná meg? Gondoljatok bele, hát, nézzétek Szodoma és Gomora bűneit, azt mondja, lett volna benne 50 igaz, akkor az Isten megkímélte volna az egész várost. Azt mondja, Ábrahám gyanús volt neki, hogy nem biztos, hogy lesz 50. Azt mondja, ha 5 híja lenne az 50-nek,
akkor ugye megkímélnéd. Azt mondja Isten, persze 45-ért megkímélném. De ha csak 40 lenne, akkor is megkímélnéd. Megkímélném a 40-ért. Az arányokat érzitek? Hogy milyen ereje van a szent életű hívő népnek egy közösségben. Azért, nem azért, tehát nehogy azt gondoljátok, hogy Isten azt azért mondta, mert elnézte a bűnt, hanem egyrészt meg akarta menteni az igazakat, másrészt meg olyan ereje van az igazságnak, hogy megtöri a bűnt. Tehát visszafordít folyamatokat. És akkor azt mondja, de ha 10 van, hát ha még a családhoz még egy oda társul, azt mondja Isten, a 10-ért se. Ha 10 igaz lenne, nem pusztítom el a várost. Nem volt. Nem volt 10 igaz ember, aki Isten törvényét betöltötte volna, Noé törvényét, abban a városban, erről az elmúlt találkozáson részletesebben szóltam. Mert Ábrahám igen irgalmasnak és kegyelmesnek ismerte az Istent. Folytatja Pál, miért hibáztat akkor az Isten, ha ő dönt? Látjuk, hogy ez ugye nem így van, de nyilván a kérdéseket veti fel az apostol. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis engem Isten, ha ő dönt? Ugye ez a kény úrnak tekinti az Istent gondolkodásmód. Hiszen ki állhat ellene akaratának? Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondja Pál apostol. Mondhatja alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edény díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja? Az Isten pedig nem haragját akarta el megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem azért hordozta türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek. Isten igazságos és jogos ítélettel ítél. Pál azt mondja, hogy amikor elkezdi valaki Isten kérdőre vonni, ez a legnagyobb arcátlanság. El van tévedve az ember. És nem magyarázni akarja, hogy ez miért történik így, miért történik úgy. Nem kezd Isten megvédeni, milyen keresztény belemegy ebbe az utcába. Hogy bizonyos ítéletek kapcsán elkezd Isten megvédeni, hogy nem az Isten, ilyen Isten, olyan, ilyen, amilyen. Fogalmunk sincs. Nem kell nekünk okoskodni. Azt mondja Pál, Isten dönti el, hogy kit milyen reformál. Egyiknek többet ad, másiknak kevesebbet. Most vergődhetnénk, hogy egyiknek szebb hangja van, a másiknak nem, nincs szép hangja. Egyik matematikából jó, a másik rossz, gyenge matematikából. Az egyik irodalomból nagyon jó, a másik meg nem érti, nem tud, nem áll össze neki a kép. Értitek? Egyik 8-2 alatt futja a százat, a másiknak egy óra is sok, vagy egy óra is kevés. Nem vagyunk egyformák. És ennyi. Ez nincs itt hozzátenni. Ilyenek vagyunk, és kész. Isten tudja ezt, és ebből akarja, hogy a legjobbat kihozzuk. Mert aki többet kapott, attól többet is kérnek számon. Tehát ne tegyünk fel abszolút kérdéseket. Nincs birtokunkban minden tudás. Amikor Pál így ezt megkínál bennünket ezzel a gondolatsorral, akkor az ember így behúzza a nyakát, és azt mondja, jó, bocsánat, csak ember vagyok. Nem kérkedek olyan dolgokkal, amelyek nem az én kompetenciám. Ezért, és ha van benned ilyen alázat, akkor amikor tragédiákat látsz, és nem érted, nem kezdesz okoskodni. Hanem azt tudod mondani a másik embernek, nem tudom, miért történt ez veled, szeretlek, itt vagyok melletted. És hidd el, nem is kell többet tenned. Néha erőködik, amikor az ember a saját teljesítményében gondolkodik, hogy hívő ember, akkor elkezd ilyenkor erőködni, és elrontja. És azt mondja a Biblia, hogy van Istennek egy szellemi népe, az Ábrahám igaz leszármazottai. Végül felolvasom ezt a szakaszt, és még egy igeverset az apostolok cselekedeteiről írott könyvből.
Vajon nem azért is, hogy meglátassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyenekké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is? Hósás szerint is ezt mondja, azt a népet, amely nem az én népem, hívom az én népemnek, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek. És úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, nem az én népem vagytok ti, ott fogják őket az élő Isten fiainak nevezni. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről. Ha Izrael fiainak száma annyi volna, mint a tenger fövenye, utalva Ábrahámra, akkor is csak a maradék üdvözül, mert nem a teszeinti leszármazás, hanem a kiválasztás, a kegyelmi kiválasztás alapján van az üdvösség, mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. És előre megmondta Ézsaiás, ha a seregek ura nem hagyott volna maradék magot nekünk, olyanná lettünk volna, mint Szodoma, és hasonlóvá lettünk volna Gomorához. Mert Krisztusban van az üdvösség. Az ő golgotai áldozata, helyettesítő áldozata nyitotta meg minden nép számára a lehetőséget arra, hogy hazataláljon és megbéküljön, hazataláljon Istenhez, és megbéküljön vele, bűneire bocsánatot találjon. És végül a utolsó két igevers Péter apostol prédikációjából, ez lett már, mint a Krisztus a sarokkő, amelyet ti építők, azaz a farizeusok, a zsidók vezetői megvetettetek, és nincs üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk, azaz megmenekülhetnénk. A kérdés ma az, hogy hogyan döntünk? Milyen döntést hozunk ezen a vasárnapon? Azt mondjuk-e, Uram, nincs szükségem senki másra, csak rád. Szellemed által vezess engem abban az életben, amely a valódi életre, a valódi szabadságra vezet. Vezess ki engem a sötét helyekről, a homályos dolgokból, a necces életvezetésből, hogy egyenes ösvényen járjak, igazságban járjak. Én erre oda szentelem magam, mert ezt tudom tenni. Odaadom magam úgy, ahogy vagyok. Tisztíts meg, szentelj meg, eleveníts meg, árasz el szellemeddel, hogy neked tetsző, téged dicsőítő életet élhessek, hogy a te szentséged meg tudjon jelenni a szentek közösségében, és ez az Isteni jelenlét másokat is életváltozás lehetőségének erőterébe vonzon, ahol az emberek azt érzik, hogy itt a lehetőség. Megszabadulhatok. Nem kell már úgy élnem, hogy eddig éltem. Ez az Isten jelenlétének csodája. Álljunk fel és imádkozzunk. Ha egyetértesz velem, akkor kérlek mondatról mondatra, mondd utánam ezt az imádságot. Teremtő Isten, te adtál nekem életet. És tudom, hogy ezzel az élettel el kell számoljak. Oda szentelem magam. Neked adom ajándékba kapott életemet. Adj kegyelmet, hogy megfussam azt az életpályát, amely kedved szerint van. Akaratodhoz illeszkedik, és másodnak is segít téged megismerni. Hadd hozzam a legjobb formámat. Hadd legyek győztes. A bűn kísértése között ne uralkodjon rajtam a bűn, hanem én jussak uralomra a bűn felett. Fölszabadulva a jó cselekvésére. Dicsőségedre, a Jézus Krisztus nevében, aki legyen áldott örökkön örökké. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak.